Hello, sziasztok! Bocs, hogy megy az autó, próbálok majd hangosan, érthetően beszélni, de sajnos megdöglök, mert már nagyon Afrika van itt nálunk. Az autóm az előbb mért konkrétan 51 fokot. A Kopaszigátnál voltunk, ugye a Budapart című lakóövezet is épül, egy beton dzsungel, és brutális. Tehát letettem az autót, mi elmentünk kajálni egyet, fagyi, kis játszótér, visszaértem, 51 fok van a parkolóban, végem van. Tehát, ha fizetnek, se költöznék oda. Innentől kezdve, mert akármilyen luxus, kilépsz a lakásba, és meghalsz a betonszarba. Na, a mai videónak nem ez a lényegem, hanem egy sorozat, na még ilyen se volt, a Csernobilról szeretnék nektek pár gondolatot elmondani. Főleg amiatt, már egyik nagyon kedves barátom azt mondta, hogy ő nem fogja ezt megnézni, mert ez is egy ilyen populáris mainstream bullshit, egy biztos egy ilyen mindenki megnézi meg a nép hűítése, és kicsit lefagytam, ugyanis ez minden, ez a Csernobil, csak nem hűítés, és most kivételesen értelmet nyer a mainstream bullshit, popularista, minden, tegyük hozzá minden jelzőt, minden, ami arra ösztökél téged, hogy nézd meg te is ezt a sorozatot. Tényleg nézd meg, 5 részes, és akkor pár gondolatot ezzel kapcsolatban összeszednék. Na, szóval, mi az, ami nagyon tetszett benne minden? Ez nem happy end, bár hogyha nem egy barlangból jöttél ki, és nem tudom, nem a szobádba vészelted át a tinédzser korodat, úgyhogy ki se jöttél, akkor nagyjából tudod, hogy a Csernobil az mi. Csernobili katasztrófa, ugye 86-ban történt, Piripáty mellett, igen, szóval történt valami, látjuk az eredményét, de ha őszinték leszünk, már az én korosztályom is, tehát én is akkortájt születtem, az mi az Y-generáció, tehát mi nem értük ezt el, hallottuk, suliba is egyszer-egyszer feljött, semmi komoly, legyünk őszinték, szörnyű, csak nem éreztük ennek a súlyát soha. Viszont megnéztem ezt a filmet, és már a legvégére megyek, és bocsánat, ha nem nézted még meg a sorozatot, nem biztos, hogy tovább kell menned ebbe a jobb vlog videóba. Próbálok spoilermentes lenni, de lehet, hogy nem mindig sikerül. Szóval mennyire tudjuk azt, hogy mi történt Csernobilban, és mennyire nem, az 5 rész után jössz rá, hogy kurva fingod nem volt arról, hogy neked, hogy ott mi történt. Nekem se volt. Nem vagyok feltétlenül hülye gyerek, de legalábbis próbálok tájékozott maradni. És azt hittem, hogy tudom, hogy mi történt. Nagyjából ez ennyit tudtam, hogy valami meghibásodás történt, senki nem tehetett róla, és gyakorlatilag itt majdnem be Magyarország is gond, és majdnem háromfejű gyerekek születtek emiatt. Úgy nagyjából most nagyon lesarkosítva ennyit tudtunk. A sorozat végére rájöttem, hogy azt mondtam, hogy Norbi, te kurvára semmit nem tudsz. És általában az emberek se tudnak. És azt mondtam, miután könnyemmel küszködtem a végén már, szégyenszemre, nem szégyenszemre, éreztem azt a fájdalmat, ami átjött. Tehát a sorozat közvetítette azt a fájdalmat, ami itt történt. És erre nagyon kevés film tud ilyet elérni, hogy átérzed, hogy mi történt. És gyakorlatilag mire vége lett ennek a 5 résznek, összeszedtem magam, első gondolatom az volt, hogy az emberiség biztosan elpusztítja önmagát, garantáltan. Tehát van egy Csernobilunk, és ebből megtudjuk, hogy mi történt ott. Hát nem az, amire te gondolsz. És rájössz arra, hogy baszd meg, hogy baszki. Hogy egyszerűen még a legsúlyosabb katasztrófa idején is dilettáns barmok döntenek arról, hogy mi legyen, és mi nem legyen. És az ego, és az, hogy a nemzet, meg most nem tudom milyen jelkép alá borulunk, ez lehet vallás, lehet egy cég, lehet egy nemzetállam, egy ideológia, valami mögé mi bebújunk, és minden áron azt égjük, tehát előbb pusztítjuk el a bolygót, mint hogy azt mondjuk, hogy igen, hibáztunk, segítsetek. Tehát innen kezdünk. És hogy miért félek nagyon? Mert eltelt 30 év, és nem jobb a helyzet?
Tehát az a szörnyű a Csernobil sorozatban, ami ebben zseniális is, hogy ez megtörtént. Hogy ez már 30x éve megtörtént. 33 éve. 33 év alatt az emberiség nem tanult. 33 év után is ugyanott vagyunk, hogy félünk attól, hogy egy dilettáns barom mikor nyomja meg azt a gombot, amit nem kéne. Aztán rájöttem arra a Csernobil sorozatból, hogy sokkal súlyosabb volt a helyzet, mint ami nekem például lecsapódott, ugye felnőttem, meg ugye a környezetemben is. Jó-jó volt valami, jó-jó-jó-jó-jó. Tulajdonképpen tudjátok mennyi múlott az, hogy nem pusztult el Európa? Ennyi. Volt néhány fontos jelenet, fontos momentum. Ha az a néhány pont egy hajszálnyit elcsúszik, akkor tehát nem lesz megmentve a világ. Mert világ Európa, aztán világ is. Csernobil százszor súlyosabb volt. És tudod, nem értettük azt, hát ez olyan, mikor pénzügyben az emberek már átlag ember a millió felett már nem érti mi az, hogy 10 millió, 100 millió, 1 milliárd, 10 milliárd, 100 milliárd. Nem érti. Millió. Ugyanígy nem értjük azt, atom. Ugye ennyit hallasz. Kis atom, nagy atom, a japán, ugye amikor amerikaiak ledobták a Fukushima? Na mindegy. Tehát, hogy egy atom, most nem jut eszembe, nagyon meleg van, a atombombát, Csernobil, atom. Csak az súlyos, annyit tudunk. Hát baszki. Elmondták számokkal, hogy Csernobil hány ezerszerese volt annak az atombombának, amit Japánra ledobtak. Hogy mi jelentette ez, én lehűltem. Hogy mind múlott ez az egész. Zseniális volt. Tehát én azt gondolom ha nézd meg ezt a sorozatot, ha hangyafaszit is akarod tudni az életünket, hogy mi van. És én komolyan mondom, kötelezővé tenném ezeket, és sok ilyen filmet szeretnék. Nagyon sokat. Tárjuk fel, jöjjünk rá arra, hogy az életünk gyakran nem a tehetségtelenségen múlik, hogy dilettáns barmok, hatalommániás állatoknak sokkal fontosabb az, hogy aznap elmondhassa, hogy igen, ő ezt megcsinálta, tök mindegy, hogy felégette a földet, de ő ezt megcsinálta, mint az, hogy valóban tudás alapú tevékenységek folytassunk, és biztonságos legyen, és egy kicsit félek ettől, mi minden történt. Aztán, ami jó Csernobil van, hogy nincsen szerelem benne, van valami kis halovány, halovány hülyeség, de nincs benne szerelem. Tehát nincs az a heroizmus, nincs az a... Igen. Ukrajna kapitány megjött. Nincs ilyen. Azt sem tudnám egyértelműen állítani, hogy... hogy ennek a filmnek van főhőse. Mert kezdem azt hinni, hogy ennek a filmnek nem volt főhős. Ennek a filmnek a főhőse a nép. Az ukrán nép és mindegyik nép, aki ezt túlélte. Nem volt egyértelmű hős. És aztán kiderül, hogy a hős is gonosz. Tulajdonképpen mindenki gonosz. És aztán rájössz arra, és itt ment tovább ez a film, hogy senki se gonosz, hanem egyszerűen gyarlóak vagyunk, hogy az ember gyenge, primitív, buta, és a hatalom vágy és a hatalomtól félelem olyan szinten befolyásol minket, hogy a józan észtől teljesen elrugaszkodunk, és a gőg nem hagyja, hogy észrevegyünk dolgokat. Tehát ez nagyon tetszett ebbe. Nagyon korhű volt ez az egész film. Ami szintén jó volt, az ábrázolás. Az, hogy én ebben a filmben tanultam meg azt, hogy mit jelent az, hogy sugárbetegnek lenni. Tehát ez nem az a skifis dolog, ami a filmekben szokott lenni, hanem a húsvéra, a cafa. Hát ez mondjuk tetszett. És nagyon nehéz bármi negatívumot mondani erről a filmről, mert a maga dokumentarista valójában rohadt jól megcsinálták ezt az egészet. Nem azt mondom, hogy élveztem minden percét, de nem tudtam letenni. És ez nagyon fontos, hogy nem akart élvezhető lenni ez a film. Miért is kéne? A modern emberiség történelmének egyik legnagyobb katasztrófájáról van szó. Miért kéne élvezhetőnek lenni? Nem kell élvezhetőnek lenni. Viszont érdekes.
és, nem, és nézetteti magát, és ez nagyon fontos. És állítom nektek, hogy volt egy rész, amit lehet, hogy sokan így, át is pörgetnének, vagy, nem szorosan nem kapcsolódik a cselekményhez. De állítom nektek, hogy a film történelem, és talán az emberiség a modern kor egyik legfontosabb monológia hangzik el. Olyan szinten súlyos mondatokat mond egy öreg néni, akit előtte nem láttunk a részek során. Ez valahol a harmadik rész környékén volt. Előtte nem. Utána nem. Összesen annyi volt az ő szerepe, hogy elmondta ezt a monológot egy pajtában, egy 80 vagy 78 éves néni, egy fiatal orosz katonának, elmondta, és soha többet nem láttuk. És mégis ez olyan szinten súlyos mondatok, és nem tudom, hogy elmondjam el, de tudjátok mit, most ez spoiler lesz, és kérlek, ha még végig is nézed ezt, nézd meg ezt a részt. Nem fogok pontosan idézni, csak a gondolatiságát. A néni a paj, tehát 3, 2, 1, spoiler. Szóval, a néni a pajtában feji a tehenet. Ugye azt már mi tudtuk, hogy azt a tehenet, aki valószínűleg sugárfertőz, tehát már kapott a dózisból. Ott van a katona, ürítik ki a falut, meg hát ott nagyon, nagyon nagy területet. És mondja a katona fiú, hogy jöjjön, idő van. A néni tovább fej, mint valami modern western. És aztán kiprovokálja a katona, hogy a néni megszólaljon. Miután kiveri a kezéből a teljes bödön. És a néni elmondja, hogy elkezdi sorolni, hogy ő mit élt át, most nem akarom végigmondani, de hogy jöttek a leninisták, jöttek a német katonák, az orosz katonák, jöttek ezek, jöttek azok. Közben meghalt a testvérei, meghalt az apja, meghaltak a szeretei, ő mindig ott maradt. És ezt így végigmondja. Jöttek a leninisták, elvitték apámat, de én itt maradtam. Jöttek a ezek, megölték ezt, de én itt maradtam. Jöttek ezek, és ez is sorolja súlyos mondatokat. Súlyos mondatokat, egy történelmet az elmúlt majdnem 100 évet végig sorolja, hogy mi történt. És hogy ő tulajdonképpen ugyanaz a néni, ugyanaz a nő volt, ugyanaz az ember, ugyanabba a faluba, ugyanabba a pajtába, és hogy semmilyen hatalom nem tudta onnan elvinni. És megkérdezte, hogy katona, fiatal ember, most úgy gondolod, hogy majd most fogok 78 évesen, vagy akárnyesen elmenni innen? Hogy milyen súlyos, és rájössz ennek oda, hogy Úristen, hogy bizonyos embereknek a sorsa az volt, hogy mindig egy új ideológia alá szerveződött valami, át kellett élnie, mindig át kellett élnie, és már ez önmagában egy katasztrófa, és elgondolkodtató, és hideg zuhanyként ér, hogy tényleg ez történt ennek a néninek az életébe, aki igazából egy metafora volt, egy kép, egy... Tehát ő képviselte azt a több száz, több ezer, több tízezer, több százezer olyan embert, akit mindig egy ideológia miatt üldözni akartak. De ő semmi más nem akar, csak élni. Nagyon szörnyű ez is, és ez mellékszál, de annál fontosabb szerintem. Ugye tényleg nagyon nehéz, és azt gondolom, hogy ne, tehát ne úgy üljél neki ennek a filmnek, hogy azt várod, hogy ez egy amerikai bullshit lesz, hogy azt várod, hogy itt lesz hős, hogy happy end-el zárul, hogy a gonoszok megkapják méltó jutalmukat, de a hősök meg aztán hősies halált halnak. Ez nem az a film lesz. Nem, ez a valóság lesz. Ez nem akar több lenni, nem akar kevesebb lenni. Érdemes megnézni, és én nagyon örülnék neki, hogyha megnézed, tanulj is belőle, és könyörgök, tanulj belőle. Tanulj belőle, amikor éjenzel bárkit, amikor hatalomra juttatsz bárkit, amikor hiszel bárkinek, amikor félsz bárkitől, tanulj ebből a filmből, hogy a valóság lehet, hogy sokkal szörnyűbb, sokkal másabb, mint amit te látsz. És könyörgök, legyen egy üzenete, hogy a Földünk, legalábbis a mi életterünknek a pusztulása milyen közel volt 33 évvel ezelőtt, és milyen közel van most is.
és egy kicsit összekötném. Mert semmi köze az atomkatasztrófához, bár nem esküdnék meg rá, ugye, a globális felmelegedés, de hogy érted, hogy elmegyek, leparkolok Pesten, Dunaparton, elmegyünk 2 órára, és visszajövök, és 51 fok van június elején. 51 fokot mér az autóm. Akkor gondolkozz el, hogy valamit nagyon elbasztunk. És talán ezek a kis momentumok, mert tudod azt, hogy most megnézed a Csernobilt és okosan bólintasz, vagy oké, azzal valóban nem fogsz változást elérni. De azzal igen, hogyha ezt észreveszed, hogy milyen közel van a végünk, és elkezdesz összerakni saját életedből momentumokat, ami a felmelegedéssel, az életünk romlásával kapcsolatos. És aztán elkezdesz azon agyalni, hogy te mit tehetsz. Például azt teheted, hogy szelektíven gyűjtöd a hulladékot. Például azt teheted, hogy nem szívószálazol. Például azt teheted, hogy az ökológiai lábnyomodat csökkented, és ha nem tudod, mi az, hogy ökológiai lábnyom, akkor üsd fel szépen a gobbült, és akkor látni fogod. Rengeteg mindent tehetsz, a világot nem változtathatod meg, viszont te is megteheted azt, meg én is, meg mindenki, azt a kis lépést, amiből lesz majd egyszer egy nagy lépés. És ami a legjobb, hogy erre nevelhetjük a gyermekeinket, és az a mi döntésünk lesz. Éppen ezért én húzzok is lazikába, eddig is szelektíven gyűjtöttem el költözés előtt a szemetet, most nemrég rakták csak ki a szelektívet az új lakásnál, a háznál, és most már zúzok is, veszek ilyen bioanyag dobozt az IKEA-ba, ezt a tartó szelektív hülyeséget, és már fent is szelektíven fogjuk megint gyűjteni a műanyagot külön, papírt külön, meg a mindent külön, és igyekszem minél jobban csökkenteni a ökológiai lábnyomomat. Ez nem most a film hatására történt, előtt is próbálkoztam, de most biztos, hogy ez benne megszületett, hogy még erőteljesebben fogom, mert ez így nem lesz jó. Jó, nem akartam ennyire elkalandozni. Nézd meg, kérlek, ne lázadj ez ellen. Nézd meg, vondd le a tanulságot belőle, és próbáljunk ebből tanulni valamit, jó? Na, sziasztok!